Köszöntöm a kedves nézőket, a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazint látják, következzenek kiemelt híreink röviden. Képviselőtestületi ülés. Tegnap délután tanácskoztak a városatyák, 23 napi rendet tárgyaltak meg. Móricz Zsigmond Gimnázium, 3-9. Osztály indul szeptembertől az intézményben. Stoa Gym személygyűjtési akciót szervez szombaton a vasúti villasoron és környékén az edzőterem két tulajdonosa. Az áprilisi képviselőtestületi ülésen tegnap a grémium 11 fővel határozatképes volt. Elsőként egy sürgősségi indítványt tárgyaltak meg. A Dunakanyar Labdasport Nonprofit Közhasznú Kft. A Kőzúzó utcai sporttelepen két darab strandröplabdapálya fejlesztéséhez kérte az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását. A fejlesztés TAO támogatásával valósul meg a Magyar Röplabda Szövetséghez benyújtott pályázat révén. A képviselőtestület egyhangulag támogatta a sportegyesület kérelmét. A Dunakanyar Labdasport Nonprofit Közhasznú Kft. Ügyvezetője Balázs Erzsébet április 17-én juttatta el a 2024. évi TAO pályázattal kapcsolatos támogatási kérelmét, melyben az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását kérte strandröplabdapályák fejlesztéséhez. Itt a Kőzúzó utcai sporttelepen két darab strandröplabdapálya építésére szeretnének támogatást a TAO keretből, és ezért kell tulajdonosi hozzájárulás. Ez azért jött sürgősséggel, mert már a meghívó után jött a kérése a sportegyesületnek. A sportegyesület a TAO pályázatot már benyújtotta a Magyar Röplabda Szövetséghez, mintegy 31,6 millió forint értékben. A támogató a májusi TAO támogatásból tud finanszírozást biztosítani, ezért volt halaszthatatlan, hogy az önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulását kiadja. A képviselőtestület egyhangulag elfogadta a kérelmet. Következett az első napi rendi pont, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatói pályázat elbírálásáról szóló előterjesztés. Több pályázó volt, a pályázók döntő többsége formai hiba miatt nem mehetett tovább az előszűrőn. Egy pályázó maradt, aki hozzájárult a nyilvános tárgyaláshoz, viszont az összes többi pályázóról, ha valaki véleményt akar mondani, vagy megemlíti őket, akkor utána, mivel ők nem járultak hozzá értelemszerűen a nyílt tárgyaláshoz, ezért zárt ülés kell elrendelni. Tehát ez nem választható kategória. Azért kérem mindenkit, hogy az állva maradt pályázóval kapcsolatban nyílt ülés keretében tudunk tovább menni. Ha a többi pályázóval kapcsolatban mondana valaki véleményt, akkor sajnos azt zárt ülés keretében kell megtennünk. A képviselők szót adtak Don Tamásnak, a debreceni MODEM, Modern és Kortárs Művészeti Központ vezető kurátorának, aki nyílt tárgyaláson vállalta az FMC igazgatói posztjára benyújtott pályázati anyagának megvitatását. A pályázatom 4 egyszerű alapelvre épült. A pályázatomat úgy építettem fel, hogy az eddigi szakmai projektjeimből építkezve látszódik az az irány, amiben elképzeltem az FMC működését. Ez 4 pontból áll, vagy 4 fő gondolatra van felépítve. Ezek egyszerű dolgok. Az egyik az együttműködés, a másik az interdisziplinaritás, a harmadik az edukáció, a negyedik pedig a lokalitás, és akkor ezeket tárgyaltam a pályázatomban, hogy hogyan képzelem el, hogy nagyjából hova juthat el az FMC 5 év múlva. Egy országosan meghatározó intézményt és egy regionálisan is reményeim szerint látható múzeumot képzeltem el. Az előterjesztésből látszik, hogy 6 pályázó volt, tehát 6 pályázat érkezett be, ezek közül 5 érvénytelen volt formai okok miatt. Lényegében ugyanazon formai okok miatt, és azt javaslok a képviselő testületnek, hogy bár egy pályázónk megmaradt, de egyből egyet azért nem lenne jó versenyben kiválasztani, ezért az a javaslatunk, hogy újraírjuk ki a pályázatot, és természetesen várjuk Don pályázatát is újra.
kiegészítve már a véleményező bizottság javaslataival is, hogy hogyan lehetne bővíteni például a pályázatot, hogyan lehetne tovább erősíteni. A képviselőtestület egybehangzó szavazás alapján az FMC igazgatói posztjára benyújtható pályázat újbóli kiírása mellett döntött. A következő előterjesztés a SEI mammográfiai kapacitásának határozatlan időre történő átadásáról szólt a Mamma Egészségügyi ZRT részére. A képviselők szót adtak a SEI intézményvezetőjének. Mindannyian tudják, 2023. november 1-ig itt helyben a Szentendrei szakrendelőben volt mammográfia ellátás, utána elszámolási viták kapcsán szerződést bontottunk, illetve kölcsönösen felmondtuk a szerződést a korábbi közreműködővel. Utána a legfontosabb szempont az volt, hogy a járás lakosai számára továbbra is biztosítsuk az ellátást, ezért a lehető legrövidebb határid néhány napon belül már az ellátás a második kerületi Kapás utcai szakrendelő épületében működő Mamma Egészségügyi ZRT látta el és látja el. Azóta is a betegek visszajelzése alapján nagy megelégedésükre, tehát egy nagy tapasztalattal rendelkező, régóta a szakmában lévő szolgáltatóról van szó, és ezzel párhuzamosan elindult az a munka, hogy akkor milyen módon és hogyan folytatódik tovább az ellátás. Ezt a szűrési tevékenységet a járás több településére is eljuttatható mobil szűrő állomással oldjuk meg, melyre több település esetében is már akár évtizedes gyakorlat is van. A képviselők 8 igen és 3 tartózkodó szavazata alapján a mammográfiás szakellátásra a SEI szakorvosi kapacitást biztosít a Mamma ZRT részére, mely kapacitás átadás határozatlan időre szól, szerződés megszűnése esetén az visszaszáll a városi önkormányzat hatáskörébe. A mammográfiai vizsgálat a szűrőkamionos megjelenéssel a járás több településére is eljut. A tervek szerint évente 4 alkalommal, Szentendre mellett Pomázra, Budakalászra és Tahitótfaluba is. Iskolaőrök jelentkezését várják térségünk oktatási intézményeibe, tájékoztatta szerkesztőségünket a polisz.hu. Az iskolaőr fegyverhasználati jog nélkül kényszerítő eszközökkel rendelkező, sajátos jogokkal felruházott közfeladatot ellátó személy, aki a rendőrség területi szervénél áll munkaviszonyban. Iskolaőr az a büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár lehet, aki megfelel a munkaviszony létesítésére vonatkozó feltételeknek, nem áll a rendvédelmi szerv hivatásos állománya tagjának foglalkoztatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatája alatt. A jelentkezési feltételekről és bővebb információkról a képernyőn látható linken tájékozódhatnak. Hamarosan kiderül, hogy kit melyik középiskolába vettek fel, folytatódnak a felvételik. A középoktatási intézmények végzős hallgatóinak is megkezdődnek a felvételi elbeszélgetések hamarosan a felsőoktatási intézményeknél. A részleteket a Szentendrei Móricz Zsigmond gimnázium vezetője Kerezsi Csaba mondta el stábunknak. Izgalmas időszakot élnek meg a 8-os diákok is szüleik, akik a központi írásbeli felvételit követően már az ideglenes listát is ismerik. Lehetőségük van egy alkalommal a sorrend módosítása az érintett diákoknak. A Szentendrei gimnáziumban 3-9. Osztály indul szeptemberben. Most vagyunk a felvételi abban a szakaszában, hogy az iskolák, ugye van egy előzetes ideiglenes felvétel lista, amit a tanulók szüleik már ismernek. Az iskolák azok éppen a gyakorlatilag napokon belül, tehát péntekre vissza kell küldeniük ezt a listát sorba állítva a saját eredményeikkel. Tehát most ez a része még a nem nyilvános része a történéseknek. Hát az bizonyosan lehet tudni, hogy túljelentkezés volt az osztályokban. Sok múlik a következő időszakon is az általános iskolák végzős tanulóinak, akik a felvételi beszélgetésekre készülnek. A tanulóknak most egy olyan szakasz van, hogy most vannak a vizsgák előtt. Tehát, hogy jelentkezések megtörténtek, vannak már olyan, ugye az idejében változott a felsőoktatási felvételi rendszer, vannak olyan tanulók, akik már voltak különböző alkalmassági vizsgákon, egyedi elbeszélgetéseken, de hát 3 hét múlva kezdődnek a valódi felvételik, az emelt szintű érettségik és maguk az érettségik. Tehát igazából ennek az eredményétől függ majd a tanulóknak a további sorsa. Mi ezteket onnan tudjuk, hogy a végén, hát mivel erről nincs egy országos nyilvántartási rendszer, hogy
megkérdezzük a tanulókat a felvételik után, hogy hova sikerült felvételizni, milyen helyre, hova kerültek. Alig 2 hét van az érettségi vizsgák kezdetéig. Az ott elért eredménynek is nagy hatása van arra, hogy melyik felsőoktatási intézményben veszik fel a fiatalt. A felvételiző tanulók többsége azért továbbtan, döntő többséget tartan a tanulóknak, tanulók döntő többségét felveszik. Azt, hogy a hányadik helyre, azt sajnos nem tudom megmondani, hiszen hát ilyen nyilvántartás azért, mert tényleg nem vezetünk, de én azt hiszem, hogy a tanulóknak szerintem a döntő többség azért megtalálja a célját, és jó helyekre veszik fel őket, mert ez egy nagy iskola, mindenre van példa, mindenre. Tehát, hogy nem lehet az a Móriczból általában oda, mert hát mivel azért 120 végzős tanulónk fog idén is érettségizni, ez olyan magas szám, hogy tulajdonképpen mindenre lehet példát találni. Nagy figyelmet fordít az intézmény nem csak a most érettségizőkre, de a Móriczba érkező diákokra is. Úgy néz ki, hogy a 3 darab most 8-os tanulók, tehát 9-es osztályunkban, hát körülbelül 120, egy picit egyébként több, tehát mi a 32-33 fős osztályokkal fogunk indulni, tehát ez azt jelenti, hogy ha ezt ugye felszorozzuk most 3 osztály esetében, ez idei évben, ez más, mint a továbbiben, idei évben ez ugye körülbelül kicsit kevesebb, mint 100 fő lesz, akit fölveszünk, és hát a kicsiknél, most 6-os, jövőre 7-es diákoknál, ott pedig egy osztályi tanulónk lesz, várhatólag 32 fő 6-os, 7-essel fog elindulni. A tanévnek is megvan a ritmusa, amikor a tanításon kívül más és más feladatokra is koncentrálnia kell a pedagógusoknak, akik már szervezik az érettségit, a búcsút a végzősöktől, és készülnek az őszre, az elsősök fogadására. Szemétgyűjtési akciót szervez szombaton a vasúti villasoron és környékén a Stoa Gym edzőterem 2 tulajdonosa. A szorgos kezű önkéntes segítőket délelőtt 10 órára várják a vasúti villasor 14-es számú épület elé. Az ötletgazdák szemetes zsákot és csipeszt minden jelentkezőnek adnak. A gyűjtés után a szemetet a szervezők a Szentendrei hulladékudvarba szállítják. Barnabás és Csenge minden nap a vasúti villasoron közlekedik, legtöbbször gyalog. A hosszú, forgalmas utcában nem csak a vízelvezető árok van tele szeméttel. Itt van, akivel rendre versenyzünk egymással, van, aki ide helyezi, mert mindig elvesszük innen az üveget, úgyhogy most is találtunk egyet. A 2 személyi edző úgy döntött, a Föld napja alkalmából szemétgyűjtést kezdeményez a környéken. Tervény szerint majd ezzel rójtít az utcákat. Természetesen majd kesztyüket adunk hozzá, hogy ne kelljen hozzányúlni szabad kézzel. A szombat délelőtt 10 órakor kezdődő akcióhoz bárki csatlakozhat. Gyülekező a vasúti villasor 14-es számú épülete előtt lesz. Az önkéntesek a hév megállótól a vasúti villasor végéig gyűjtik majd össze a szemetet. Azok a részek, amik kicsit sűrűbben látogatottak akár a turisták által az kicsit talán, mintha jobban karban lenne tartva, de azok a részek, amikettől kiesnek, azok már nagyon kevés figyelmet kapnak. Nagyon messze található a következő kuka innen tőlünk, és abban az irányban nem is tudom, hogy van-e. Úgyhogy az is folyamatosan tele van, úgyhogy nagyon, nagyon nem is lenne hova eldobni a szemetet igazándiból. A szemetet a 2 szervező a hulladékudvarba szállítja majd. Az akció önkéntesei egy könnyű ebédet és ingyenes edzési lehetőséget is kapnak. 2 óra szemétszedést tervezünk itt a környéken csoportokra oszolva, és utána délben újra találkozunk itt az edzőteremnél. Kicsit vendégül szeretnénk látni azokat, akik részt vettek ezen a programon, finom falatokkal, és a kedv szerint akár egy kis edzéssel is. Az ingatlanok előtt található vízelvezető árkokat a háztulajdonosoknak kell tisztán tartani. A munka alól csak azok kapnak felmentést, akik időskoruk, szociális helyzetük vagy betegségük miatt nem tudják az árkok tisztítását megoldani. Az esőcsatornák gondozottságának rendszeres ellenőrzése és a hanyag lakók figyelmeztetése azonban az önkormányzat feladata. Ez már a Szentendrei hulladékudvar előtt található szelektív szemétgyűjtőhely. Katalin saját otthonában is szétválasztva gyűjti a különböző anyagú háztartási hulladékot. Kevesen figyelnek erre a dologra, igen. Azt tapasztalom, hogy a én környékén, a belváros szélén lakom, és rajtam kívül a szomszédaim nem gyűjtik szelektíve a szemetet, csak én. A szelektív és zöld hulladékot csak 4 hetente szállítja el a városi szolgáltató.
Végül a várható időjárásról. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő gyenge zápor. Sokfelé élénk, északnyugaton helyenként erős lesz a délies szél. Hajnalban néhol gyengén fagyhat. Délután 14 és 19 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Adásunk végén következzenek kiemelt híreink még egyszer röviden. A szerdai képviselőtestületi ülésen elsőként egy sürgősségi indítványt tárgyaltak a képviselők, a Dunakanyar Labdasport Nonprofit Közhasznú Kft. A Kőzúzó utcai sporttelepen két darab strandröplabda pálya fejlesztéséhez kérte az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását. 3-9. Osztály indul szeptemberben a Móricz Zsigmond gimnáziumban. Személygyűjtési akciót szervez szombaton a vasúti villasoron és környékén a Stoa Gym edzőterem két tulajdonosa. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik a Korhatártalanul című magazinműsor, amelyben Bauer Barbara lesz Endrei Judit vendége. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a www.szentendre.media.hu/tvszentendrén. A közösségi oldalakon is megtalálhatóak vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsők közt értesüljenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!